23 meccsel folytatódott a második zsivodán kispályás focitorna. Szombaton még csoportmeccseket rendeztek, ahol kiderült, hogy kik jutnak tovább az A és a B jelű csoportból. Rendeztek mérkőzéseket a 35 és a 45 év felettieknél is. Vasárnap a nyílt kategóriában a negyeddöntők voltak. Kisebb meglepetésre az Apátfalva kiejtette a tavaly bronzérmes MUFC U21-et. Nagyon örülünk neki, végül is felálltunk. Ugye, amit akartunk, azt elértük a mérkőzésen. Kaptunk egy gólt, amire nem számoltunk, de aztán fel tudtunk állni, ki tudtunk egyenlíteni, majd a heteseknél hát a mi kapusunk jobban védett, a büntetőt is berúgdostuk. Magabiztosan úgy gondolom megérdemeltük a továbbjutást. Az egész tornán szerintem szépen szerepelünk. A többi negyed döntőn a MUFC U17 legyűrte a setup mixet, a Bálint Optika büntetőkkel kapott ki a Sárától, míg a Contitek megsemmisítő vereséget szenvedett a Mannahás sörözőtől. Ők gyorsabbak, edzésben vannak, fiatalabbak, őnekik ez még az életük, nekünk már egy kicsit másból tevődik össze az életünk. Őnekik ez, hála Jóistennek, megadott egy kis tehetség is, egy kis szorgalom, és akkor ők ennyivel jobbak már. Nem tudom, szerintem ennyi. Ügyesebbek, többen vannak, szervezettebbek is talán egy picit. A Zsivadán Kupa harmadik játék hetéről készült hosszabb anyagunkat híradónk után láthatják.